a mi Urunk Jézus Krisztusunk neve magasztaltassék a mai napon, abban az üzenetben, amit szeretnék elmondani nektek, hiszem, hogy világosság fog jönni hozzánk, az ígére hagyatkozva, meg fogjuk vizsgálni a menórának a titkát. Egész hosszú ideje foglalkozik a Szent Szellem velem, a szívemmel, hogy gondolkodjak el, és olvassak utána a menórának, ami a templomnak az egyik eleme volt, és hogy lássam meg, hogy milyen szerepet töltött be a menóra a templomban, és hogyan lehet ezt a mai napon a mi életünkre kivetíteni. Mert ugyanis minden, ami az Ószövetségben, a sátor templomban jelen volt, annak jelentősége van a mai napon is a mi számunkra, ugyanis mi vagyunk Isten temploma. Itt a Földön, ugye, a mi testünk Isten szent temploma, úgyhogy az értelmezéseknek és a kijelentéseknek a sokasága van benne ebben az egy gyönyörű elemében a templomnak, a menórában. Ezzel szeretnék majd kicsit időzni, ameddig úgy látom, hogy szívesen veszitek, és aztán, hogyha elfáradtok, akkor jövő héten folytatjuk ezt a témát, mert ez egy nagyon-nagyon bőségesen Isten igéjében nagyon sok helyen előforduló témakör, és rettenetesen gazdag a kijelentésekben. Mi pedig kijelentéseket szeretnénk venni, mert akkor gazdagodik a szívünk, ugye? És akkor kerülünk közelebb Istenhez. Úgyhogy nézzük meg a zsidó levélnek a 8. fejezetében. Van egy gyönyörű rész erről. Pál tanítja magát a zsidókat arról, hogy az ószövetségi sátortemplom és az új szövetségben bekövetkezett változás, hogy mi lettünk Isten temploma, ehhez vissza kell nyúlni az ószövetség elemeihez, és ezt eleveníti föl nekik Pál apostol. Így kezdi. A lényege pedig azoknak, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült. Vagyis rögtön Jézusról szól az első vers, mert ez a mi főpapunk, a Jézus Krisztus, az nem a földi sátorokban szolgált, hanem a mennyei felségnek, vagyis magának Istennek, a királyi széke trónusának a jobbjára ült. Egy ilyen főpapunk van. És kettes versben folytatja, mint a szent éjnek, és amaz igazi sátornak szolgálja, amelyet az Úr és nem ember épített. Vagyis a kettes versről megtudjuk, hogy van egy szent éj, és van egy csodálatos sátor fent a mennyben, amit az igazinak nevez, az igazi sátornak, ahol a mi főpapunk szolgál, az Úr Jézusunk szolgál, és ezt a szent helyet, és ezt a szent éjt, maga az Úr építette, és nem emberek. Itt lent a földön Mózesnek kellett megépíteni a sátor templomot. Fönt a mennyben van ennek egy eredetije, amit maga az Úr épített. Az Úr Jézus építette, templom van fönt a mennyben. Nagyon izgalmas dolog ez, mert Jézusunk ott szolgál. Ott végzi a szolgálatát, a mennyei templomban. Mert minden főpap ajándékokat és áldozatok bemutatására rendeltetik, vagyis a főpapnak megvan a maga feladata. Ezért szükséges, hogy őnéki is, vagyis itt Jézusra utal az ige, legyen valamilyen, amit áldozatul odavisz. Ugyanis a papoknak és a főpapoknak áldozatokkal kellett szolgálni Isten előtt. Ha tehát a földön volna, már pedig Jézus, ha a földön szolgálna, még csak pap sem lehetne, lévén, hogy itt olyan papok, akik a törvény szerint áldoznak ajándékokkal. Jézus pedig tudjuk, hogy a törvény betöltvén bevégezte a törvénynek a rendtartásait. Akik a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak. Vagyis a földi papok és a földi főpap, a mennyei, az igazi sátor, az isteni sátor, csak az árnyékának szolgálnak, és képmásának szolgálnak, és ami nagyon érdekes, hogy ez a képmás szó a hypodeigma, így helyes, ez a görög szó, ami azt jelenti, hogy makett. Vagyis itt a földön meg kellett építeni a mennyei sátornak a hasonlatosságára egy makett formájában azt, ami fönt a mennyben van.
Vagyis ebből, ha vizsgáljuk a földi sátor templomot, akkor óriási kijelentéseket fogunk venni, hogy milyen is a mennyei templom. A mennyei templom. Tehát, akik a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ezek a földi papok, amint Isten mondotta Mózesnek, amikor be akarta végezni a sátort, meglásd, úgy mond, hogy mindent azon minta szerint készíts, amelyet a hegyen mutattak néked. Vagyis Isten felvitte Mózest a hegyre, és 40 napig kellett Mózesnek, úgymond egy együttlétben Istennel egy kiképzés volt ez, mert Isten megmutatott neki minden pontosan rész szerint, hogy hogy kell felépíteni majd a földi sátrat, a földi templomot. És ez nem egy és nem két napos dolog volt, mert majd látjuk, hogy hihetetlen pontossággal írta le Isten Mózesnek, hogy majd, ha lejön, mit kell megépítenie. Részletekben menően. Egy csodálatos dolog ez, hogy Istennek szüksége volt arra, hogy itt a földön működjön egy ilyen templom. Hogy be tudja mutatni a hatalmát, és gyakorolni tudja a földi áldozatokkal, évről évre előképeként Jézus Krisztusunk áldozatának a bemutatását jelezte ez a templom. És a zsidó 9-ben pedig további dolgokat tudunk meg erről a templomról, a földi sátor templomról. Annak okáért így kezdi, voltak ugyan az első szövetségnek és Isten tiszteleti rendtartásai és egy világi szentélye. Vagyis azt mondja az ige, hogy az első szövetség, vagyis az Ószövetségben is léteztek Isten tiszteleti rendtartások abban a szentélyben és abban a templomban, amit Mózesnek meg kellett építeni. Mert sátor építetett, és ezt a múltkor kivetítettem nektek, hogy egy sátor kellett, hogy építessen, aminek az első részében volt a gyertyatartó. Érdekes, ötvenevvel kezdi. Ezzel a gyertyatartóval, ami a héberül a menóra, és a menóráról lesz ma szó. Egy sátor építetett, amelynek első részében volt a gyertyatartó. Ez egy 7 ágú lámpás, egy mécsessel, mert abban az időben, amikor Mózes építette ezt a sátort, akkor még mécslámpák voltak, nem gyertyák. Tehát valójában nem gyertyatartó, hanem mécstartó, egy 7 ágú mécstartó volt ennek a sátornak, a részében, az egyik oldalon a gyertyatartó, és azzal ellentétesen pedig volt az asztal, volt egy asztal, és a kenyerek felrakása, és ezt neveztek szentélynek. Tehát ez volt a szentély, ami végig kellett menni ahhoz, hogy a főpap bejuthasson a szentélybe. Hát ez egy elválasztott része volt a sátornak, a szentély, az az első rész, és amikor ezen a pap végig haladt, akkor a második kárpiton túl volt az a sátor, amelyet a szentek szentjének neveztek. Tehát a pap nem juthatott be a szentek szentjébe, csak úgy, hogyha végig megy a szentélyen, az elő sátor részen, ahol volt ez a gyertyatartó az egyik oldalon, és a másik oldalon pedig a kenyerek felrakása. Kenyerek asztala. 6-6 kenyeret kellett feltenni erre az asztalra a papnak hétről hétre. Érdekes, hogy szombatnapon kellett tennie, amikor ugye tilos volt bármilyen munkát is végezni. Föl kellett tennie a 6 kenyeret, és egy hétig ott kellett lennie a kenyereknek az asztalon, és a menóra fénye világította meg a kenyereket éjjel és nappal. Már menórának égnie kellett, majd olvassuk, az Ószövetségben odaérünk a részhez, hogy éjjel-nappal kellett égni a gyertyatartóknak, a gyertyatartóban lévő mécseknek, és amikor egy hétig ez a fény érte a kenyereket, vagyis megvilágosította a kenyerek, ugye azok Isten igéjét jelképezik, Isten igéjét, akkor kellett a papnak azt elfogyasztania, és feltenni az új kenyereket. Úgyhogy óriási kijelentés van ebben, hogy a gyertyatartó fénye kellett, hogy világítson a kenyerekre, és a kenyereket egy hét múlva így kellett a papnak elfogyasztani. Vagyis ebben a részben, ebben a szentélyben volt a menóra, a kenyerek felrakása, és az illatoltár.
Az illatoltár pedig az imádságokat jelképezi, és ezen keresztül tudott bemenni a főpap egyszer egy évben a Szentek Szentjébe, ahol volt a szövetség ládája. Most minden egyes elemnek, a szövetség ládájának is szintén fából kellett lennie, és arannyal kellett, hogy beborítva legyen, szintiszta arannyal. Egyetlen egy elem volt kivétel ez alól, az pedig ez a mécses gyertyatartó. Képzeljétek el, hogy a menóra az szintiszta aranyból volt. Ez volt az egyetlen elem a templomban, a sátor templomban, amely vert aranyból volt, és egy merő aranytömbből kellett a kézművesnek elkészíteni a hét ágát, és a rajta lévő vereteket, és a csészéket, és a hamu vedreket, amivel minden nap karban tartották a mécseseket. Ez volt az egyetlen elem a templomban, amely szintiszta aranyból kellett, hogy legyen. A súlya 43 kiló volt, és egy méter magas nagyságú. Egy méter magasan, mondjuk az körülbelül ennyi lehet, hogy a pap kényelmesen elérje, ugyanis minden nap be kellett menni a papnak a szentébe, és az esti szolgálata során meg kellett gyújtani a mécseket, a kanócokat, megigazítani úgy, hogy azok pontosan reggelig égjenek, és az olajat utána kellett önteni, és reggel pedig újra be kellett tenni a papnak a szentébe, és meg kellett igazítani a kanócot. A kanócot, a leégett részt el kellett távolítani. Tehát a papnak szüntelen munkája volt ezzel a menórával, aminek az volt a feladata, hogy világosítsa be a szentélyt. És ezek a segédeszközök is mind szintiszta aranyból voltak. A koppantója, az ollója, minden egyes része, amelyel a pap dolgozott a menórával kapcsolatban, az mind aranyból kellett, hogy legyen. Képzeljétek el ezt a gazdagságot. Szerettem volna megemlíteni nektek, hogy honnan volt ennyi arany a zsidóság kezében. Ugye épp most jöttek ki Egyiptomból. És nem bányázták az aranyat, hanem az egyiptombeliek, akiknél a rabszolgaságban töltöttek sok-sok hosszú évet, amikor kijöttek, akkor elkérték az ezüstöt és az aranyot a gazdáiktól, és azok odaadták. A világ gazdagsága jött ki velük, és mindez a gazdagság azért adatott meg nekik, hogy az Úr szolgálatában, az Úr sátrában legyen ez az arany. És ez az ezüst, és mindaz a gazdagság, amit Egyiptomból hoztak ki, ez jelképe annak, hogy mi ma ugyanúgy a világ gazdagságát szólíthatjuk, és a világ gazdagsága hozzánk kell jöjjön, akik minket rabszolgasorban tartanak, és kicsi fizetéseket dolgoztatnak reggeltől estig, és hát sorolhatnánk ugye, hogy milyen helyzetek vannak a világban, és hol a gazdagság náluk, és ennek a gazdagságnak Isten igéje szerint, és már az Ószövetségben is ez képe volt, oda kell, hogy jusson az ő szentjei kezébe, akik az Úr szolgálatára fordítják. 43 kiló volt a menóra. Ennyi aranyat képzelj el. Ennek a mozgatását, amikor a papok költöztek, mert Istennek a dicsősége a sátorról elmozdult, és elment egy másik helyre, úgy vezette őket, akkor le kellett bontani az egész templom sátrat. A külső résztől kezdve a szentejjel és a szentek szentjével, aminek négy rétegű borítása volt. Képzeld el ezeket, mint föltekerni, az egyes elemeket bebugyolálni, hogy ne sérüljenek meg, és így kellett haladni a 40 évig Izrael népének a pusztában. Ez egy óriási szolgálat volt, amit nap mint nap meg kellett tenniük, vagy a sátorban, vagy éppen amikor vándor útjuk volt, akkor vinniük kellett magukkal ezt a szent templomot. És miért volt ez Istennek ennyire fontos, hogy ez ott legyen mindig, a sátraik között, pont középen fölépítve, úgy, hogy a sátrak és a törzsek úgy helyezkedtek el, hogy pont egy kereszt ábrázolódott ki belőle.
és a keresztnek a középpontjában volt a templom. Maga a templom. Istennek egyetlen egy mozzanata nincs, ami véletlenszerű lenne az ószövetségi templom részben. Volt tehát a pitvar, az udvar része, ahol leölték az áldozatokat, és volt az égő oltár, ahol elégették ezeket. Aztán a papnak volt egy mosdómedencéje, ezt követően, ahol meg kellett mosakodnia, mert véresen nem mehetett be a szentélybe, és amikor bejutott a szentélybe, akkor találta, ugye ott sötétség lett volna, hogyha nincs ez a menóra. Ha a menóra nem ég, akkor ebben a zárt sátor részben teljes sötétség lett volna. De Isten gondoskodott, hogy a papnak világossága legyen a szentélyben is. Ez pedig a menóra fénye volt. A menórának szüntelen égnie kellett. Éjjel-nappal, ez isteni rendelés volt. Éjjel-nappal kellett égnie, és a hozzá szükséges olajat pedig a népnek kellett szolgáltatnia, és behoznia a papoknak. Az olajfának az olajából volt a mécsesben az olaj, ami égett. És állandó világosság volt tehát a szentélyben. Ez természetes fény volt. Volt azonban egy következő sátor, amit olvasunk, hogy a másik kárpiton túl pedig volt a sátor, amit szentek szentjének neveznek. Ebben volt a szövetségládája. Nagyon erős gyógyító kenet van a térben. A térd a gyógyul valakinek, köszönjük Istennek. Istennek ez egy nagyon-nagyon fontos témaköre, hogy mi megismerjük a templomot különben, és a templom elemeit. Ugyanis a külső sátorban a menóra adta a világosságot, és ez egy természetes fény, ugye, mert meggyújtják a mécseket. De ha belépett a szentek szentjébe, ott nem volt semmilyen fajta világítás, egyedül a szövetség ládája volt, és a szövetség ládájából kiáradó isteni dicsőség világította meg azt a helységet, így tudott a pap ott bent is szolgálni a szentek szentjében. Ez a szimbolikus rendszer, a 7 tűzlámpás, amivel ma foglalkozni fogunk, megjelenik a mennyben is. Ugyanis ugye azt mondta Isten Mózesnek, hogy mindent úgy építsél meg, ahogy a mennyben láttad. Hol van, hol jelenik meg a mennyben ez a 7 tűzlámpás? Biztos emlékeztek rá, mert olvastátok a Jelenések könyvében, lehet olvasni, ahol találkozunk már az első fejezetben ezzel a csodálatos menóra elemmel, ahol azt írja az Jelenések 1:4, hogy kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, és a 7 szellemtől, ami az ő királyi széke előtt van. Vagyis 7 szellemről beszél, amik valójában az egy szent szellemnek a megnyilvánulási formái, és az ő királyi széke előtt vannak. Nem fogunk ezzel megelégedni, hanem tovább olvassuk, amikor János egy látomást kapott. A Patmos szigetén a Jézus Krisztust látja, és hall egy hangot: megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt, és megfordulván láttam 7 arany gyertyatartót. És ez már mennyei látás. Tehát látja János apostol a 7 ágú gyertyatartót, és a 7 ágú gyertyatartó között hasonlót az ember fiához. Vagyis látta a gyertyatartó között menni, a gyertyák között menni, az emberfiát bokáig érő ruhában öltözve, a mellénél arany övvel körülövezve. Mondom neked, ha Jézus meg fogod pillantani, az olyan lenyűgöző látvány lesz, hogy minden más megszűnik, ami addig foglalkoztatott. Minden más megszűnik az életedben, és az ő szépsége és a lenyűgöző volta annyira lebilincselő lesz, hogy nem lesz többé gondolatod,
azokkal a dolgokkal, amivel addig foglalkoztál, vagy amik problémásak voltak, vagy lekötöttek, vagy nem voltak a helyükön az életedben, a zaklatásotok, ezzel bármit értek ez alatt, mindegy szempillantásban megszűnik. Úgyhogy ezért javasolom ma is, hogy gondolkodjatok minél többet Jézuson. Mert ha ő rajta gondolkodtok, ugye az ember egyszerre két dolgon nem képes gondolkodni. Vagy a drága Jézuson gondolkodunk, vagy a problémáinkon. Helyette lásd őt úgy, hogy itt leírja az ige. Egyszerűen lásd őt magad előtt a hét ágú gyertyatartók között. Mert az ige ezt tanítja, a 20-as versben folytatja, hogy Jézusnál, aki megjelent, az ő feje és a haja olyan fehér volt, mint a fehér gyapjú, a hófehér gyapjú, és olyan volt, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng. És a lábai hasonlóak valának az izzófényű érchez, képzeld el, az a tűz, az a tűzből kikapott fém érc, ehhez hasonlóak a lábai, vagyis mindenhonnan Istennek a tüze, Istennek az emésztő tüze árad belőle. És olyanok voltak, mint a kemencében tüzesedtek volna meg az ő lábai. A szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Tehát nem egy kis vékonyka hangja. A Szent Szemnek van lágy hangja a szívünkben, de Jézus hangja, mint a sok vizek zúgása olyan. És jobb kezében tartott 7 csillagot. És a szájából két élő éles kard jött ki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Tehát egy hatalmas világosság sugárzik ki Jézus arcából, mint a nap. Tudsz a nap szemébe napba nézni? Nem lehet. Ugyanúgy Jézus orcájába se lehet betekinteni, mert sugárzik belőle az a dicsőség, ami Istennek a dicsősége, ugye ragyogtatik meg így Krisztus arcán. Tehát az a dicsőség, az a világosság elnyeli a sötétséget. Bármilyen erejével, vagy éppen hitpróbában a sötétségnek bármely erejével, az a világosság elnyeli azt. Na de a lényegre, hogy térjünk, azt írja róla itt az első fejezet vége, hogy a 7 csillag titkát írd meg, amit láttál az én jobb kezemben, és a 7 arany gyertyatartót. Tehát ez annyira fontos elem, hogy Jézus, amikor megjelenik a mennyben, akkor is ott van vele a 7 ágú gyertyatartó. A mennyben is. Ott van vele. Ott jelenik meg. És a 7 csillag, amit a kezemben láttál, az a 7 gyülekezet angyala, vagyis Jézus a kezében tartja az angyali seregeket, és kirendeli, ha szükséges a munkára, és a 7 gyertyatartót láttál, amit láttál, az pedig a 7 gyülekezet. Vagyis itt megtudjuk, hogy a menóra, ami a templomban színaranyból volt, ez volt az egyetlen elem, ami színaranyból volt, a gyülekezetet jelképezi, Krisztus testét jelképezi, amely ha a szellemmel teljes, akkor abban már nem lehet a szittén fából egy kis darabka sem, a színtiszta arany, színtiszta isteni jelenlét a gyülekezet, a szellemmel teljes gyülekezet, színaranyból. És azt a mennyben is fogjuk látni, ezt az elemet, a gyertyatartót. A jelenések 4-ben olvassuk. Újabb látomás, itt az első 3 fejezetben foglalkozik Jézus a gyülekezetekkel, és aztán a gyülekezet elragadtatik. És a 4. fejezetben János újabb látomást kap. És látám, és ímé egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és aki szól, az első szó, amelyet a velem beszélő trombitának szavát hallám, ezt mondta, jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtatám szellemben, és ímé egy királyi szék volt letéve a mennyben, és aki azon ült a királyi székben, és aki ült, tekintetére nézve, hasonló volt a jáspis, a sárdiuskőhöz, a királyi szék körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló. És a királyi szék körül 24 királyi szék volt. Micsoda kegyelem, hogy ezeket megtudhatjuk, hogy hogy néz ki a mennyben Isten királyi széke. 24 szék veszi körbe Isten királyi székét, és azokban láttam a 24 vént ülni, fehér ruhákban öltözve.
Ezekről nem tudjuk pontosan, hogy kik, sokan mondják, hogy közülük, hogy a 12 törzsnek a vezetője az Ószövetségből, és a 12 apostol. De ezek csak feltételezések, majd fönt meg fogjuk tudni a maga idejében. Tény az, hogy az Isten trónja körül ülnek, és arany, hófehér ruhákban vannak öltözve, és fejükön aranykorona. És a lényeg az ötös vers, de fel kellett, hogy vezessük ezt. A királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek ki, ezek Isten parancsszavai. Amikor parancsol Isten az angyali seregeknek, akkor az ő szava villámlásokhoz és mennydörgésekhez hasonló, és szózatokhoz. Amikor ő szól, akkor nem egy szó jön ki, szózatok. Szózatok jönnek. Istennek a hatalmas voltát be nem foghatja az emberi lény, csak amikor már fönt leszünk. És 7 tűzlámpás égett a királyi szék előtt, amely az Istennek 7 szelleme. Megtaláltuk a menórát. Isten trónja előtt. Ez a 7 tűzlámpás, ez a templomban a 7-ágú gyertyatartó. Hát a tűzlámpás a legközelebb van Isten trónjához. Ezért van színtiszta aranyból. Isten jelenlétének a közelségében van, és maga a Szent Szellem a 7 megjelenési formájában. Fogjuk látni majd, hogy Ézaiás tanítja, hogy akin az Úrnak szelleme megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme. Megvan a 7 szellem, a 7 lámpás, Isten trónja előtt a 7 csodálatos tűzláng. Nyert. Tehát egy szellem, Isten szelleme, 7 megjelenési formában. Ezért 7-ágú az menóra. Ezért 7-ágú a menóra, mert minden ág egy szellemet, egy megjelenési formáját a Szent Szellemnek. Ugye fontos dolgok ezek, a bölcsességnek a szelleme, a kijelentésnek, az értelemnek szelleme, a tanácsnak a szelleme. Ugye tudjuk, ki a tanácsos? A drága Szent Szellem, aki elvetett minden igazságra. A hatalomnak szelleme. Ha kiejted a Jézus nevét, akkor ki az, aki kiárad az erejével? A Szent Szellem. Az Úr ismeretének a szelleme. Hogy ismerjük meg az Úr Jézust? A Szent Szellemen keresztül, ő a tanítónk. Az Úr ismeretének szelleme, ő a menóra egyik ága. Az Úr ismeretének és félelmének szelleme. És az Úr félelmének a szelleme az a menóra ág, ami a legközelebb volt a szentek szentjéhez. Kifejezvén ez azt, hogy az Úr félelme mindennél fontosabb az életünkben. Mert ez tart vissza minket minden rossz cselekedettől. És az a bölcsességnek a kezdete, az Úr félelme. Úgyhogy az a menóra ág volt a legközelebb, ugye 7 ág, ahogy állt a menóra, és bent a szentek szentjében pedig a szövetség ládája, ez volt a legközelebb a szövetség ládájához, és ez volt az az ág, aminek szüntelen égnie kellett. Estétől reggelig a menóra minden ágának égni kellett. Ezzel azt fejezvén ki a Szent Szellem, hogy amikor a legsötétebb órájához élünk az életünknek, és a legnagyobb mélységekben vagyunk, akkor Isten világossága megvilágítja az utat, és kivezet minket onnan. De amikor nappal van, és jön a reggel, és jön a nappal, és a nappali világosság, akkor elég volt a menórának egy ága, hogy világítson a jobb szélső ága. Most, hogy ezeket elmondtam nektek, így előzetesként kicsit beleolvasunk, hogy Mózesnek a könyveiben Isten miként hagyja ezt rá Mózesre, hogy a menórával mennyire sokat időzik Isten, olyannak, pontosan olyannak kell lenni, ahogy megmutatta a hegyen Mózesnek. Nem olvasom fel, csak nagyon rövid részeit, de ezekben kialakul majd az a kép bennünk, hogy mi volt a célja ennek a Merónak. 27-es fejezetben, 2 Mózes 27-ben vagyunk, és ennek az olaj lámpásnak elolvassuk a 20-21-es verseit, amelynek
a Mécses a fejezet alcíme. Te pedig parancsold meg az Izrael fiainak, hogy hozzanak néked tiszta faolajat, amelyet a világításhoz sajtoltak. Tehát látod, a népnek kellett hozni az olajat. Ahhoz, hogy a gyülekezet világítson, mint egy nagy fényes, héttágú gyertyatartó a világnak, ahhoz szükség van arra, hogy te is be gyere a gyülekezetbe, és hozd azt az olajat, ami a te lámpásodban van. Mert olvasod, hogy a parancsolt meg Izrael fiainak, hogy ők hozzák meg a tiszta olajat a menórába. Hát a menóra nem égett volna, hogyha Izrael népe nem járul hozzá, és nem hozza az olajat. És ma itt a gyülekezetben azért van világosság, fényesség, dicsőség, mert te bejöttél, és te is hoztad magaddal azt az olajat, ami a te lámpásodban van. És ezért gyönyörű a gyülekezetbe járás, mert ahogy összekapcsolódnak az ágak, ahogy összekapcsolódnak a lámpásnak az ágai, a mécsesek, bekerülő olaj, egyre nagyobb lesz a világossága. Egyre nagyobb lesz a fénye mind egyes kis világító mécsesnek, mind az egész menórának. Egyre nagyobb lesz a világossága. Minél inkább megismerjük őt, és bejövünk a gyülekezetbe, és elhozzuk az olajat. Tehát az Izrael fiainak hozzanak tiszta faolajat, amelyet a világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpát gyújthassanak. A gyülekezet sátorában a függönyön kívül, amely a bizonyság előtt van, készítsék el az Áron és az ő fiai, estétől fogva reggelig az Úr előtt. Tehát látjátok, a menórának estétől fogva kellett égni reggelig az Úr előtt. És reggel, amikor bement a pap, akkor eloltatta a kis koppantókkal a mécseket, de az utolsó ágat meghagyta. Az utolsó ágat, a legszélső ágat meghagyta. Örök rendtartás legyen ez az ő nemzetségüknél Izrael fiai szerint. Hát sajnos később nem így lett, mert az Izrael népének a hányattatásai során nagyon sokszor nem világolt a menóra, és nem adott fényt. És ez a menóra, ez a héber szó a lámpásra különben. Tehát innen van a neve héberül, lámpást jelent. És a zsidóságnak a legrégebbi jelképe, motivuma a menóra. A lámpás olaját tehát, ahogy mondtuk, a papuknak kellett naponta pótolni. Ez napi szolgálat volt, és a gyülekezetnek a szolgálata volt, hogy behozza az olajat. Színaranyból készített menóra, drága kövekkel ékesítve, képzeld el. Isten arra volt szolgáltatva, hogy Isten dicsőségét ragyogja a világra. Hogy megismerje a világ, hogy hogy lehet bejutni a dicsőség helyére, a szentek szentjébe. A menóra fényén keresztül, az úton végig kellett menni. Ahhoz végig kellett menni. Ugyanígy a gyülekezet, a világosság arra, hogy a világ bejuthasson a szentek szentjébe. Hogy újjászülethessen. Nagyon, nagyon lényegre tőlő Istennek minden egyes eleme. A menórának a szerepe az, ez a gyülekezet fénye, ahogy jelenésekben olvastuk, a gyülekezet hétágú gyertyatartója és Jézus közötte volt látható. Az ő világossága által jut el valaki a pitvarból a szentek szentjébe. A menóra fényén keresztül. Ha a menóra nem világol, akkor a szentélyben is teljes sötétség van. Mert ez egy lefedett sátor volt, egy elősátor a szentek szentjének. Úgyhogy nekünk, mint gyülekezetnek nagyon komolyan kell vennünk azt, hogy Isten számít ránk abban, hogy a népeket és nemzeteket ő hozzá visszük. 25. fejezetben olvassunk el egy kicsit részletesebb leírást erről. Lélegzetel állító, ahogy Isten rábízza Mózesre és a mester művesekre ennek a menórának az elkészítését. Egy arany tömbből, képzeld el, kellett elkészíteni a hét ágat, és mindazt, amit most olvasok.
2 Mózes 25-ben, a 31-es verstől. Csak hogy ízelítőnek elképzelt, a kapsz magadnak egy nagy aranytömböt, hogy itt van, és ebből készítsd el ezt. Lélegzet elállító. Isten azt mondja, csinálj gyertyatartót tiszta szín aranyból. Vert aranyból készüljön a gyertyatartó, annak szára, ága, csészéi és gombjai, ezek a mandula elemek, és virágai ugyanabból legyenek. Vagyis ne külön készítse el az aranyműves, hanem az egészet egy tömbből készítse el. 6 ág jöjjön ki az oldalaiból, 3 gyertyatartó ág az egyik oldalon, 3 gyertyatartó ág a másik oldalon. Mandula virág formájú legyen, képzeld el. Vagyis meg volt adva, hogy a mandula virághoz hasonlítson, és ennek is jelentősége van, mert a mandulafa Izraelt jelképezi. A mandulafa. És meg volt adva, hogy minden egyes ágon ott legyen a rügy, amikor még csak rügyezik a fa, az van legalul az ágon, aztán legyen szirom, vagy amikor már kivirágzik a rügy, és utána legyen a termés, maga a mandula legyen rajta az ágon, és a mandula ágba legyen behelyezve majd a kis mécses. Ezt ki kellett tudnia munkálni a kézművesnek 7 ágon, abból az egy tömbből. Ezt a tudományt képzeld el. Ma ezt mondanád egy aranyművesnek, nem vállalná el. Azt mondtad, lehetetlen. És akkor milyen dolgok álltak rendelkezésükre ott a pusztában? Úgyhogy ezt elkészíteni egy merő csoda volt, és Isten ezt így kérte, hogy így alakuljon, és így alakítsák ki, a gyertyatartón pedig 4 mandulavirág formájú csésze legyen, gombjaival, azok a rügyei, és virágaival. Tehát ugye először rügyezik a mandulafa, aztán kivirágzik, és ha kivirágzott, akkor hozza a termését. Ennek mind rajta kellett lenni egy ágon, és minden egyes ágon. Rajta kellett lenni, minden egyes ágnak ugyanúgy kellett kinéznie. És ez pedig azt szimbolizálja, ahogy az ige elkezd növekedni az életünkben. Ugye? Először csak egy kis hajtás lesz, aztán elkezd rügyezni, rügyet fakaszt, utána lesznek szirmai, kivirágzik, Isten hozza a termését. Ugye menóra azt is elképezi, hogy Isten igéje miként működik az életünkben. Az Isten fénye, az Isten dicsősége, amikor rávilágít Isten igéjére, akkor Isten igéje így elkezd növekedni az életünkben, és termést hoz. Megtermi azokat a gyönyörű kis mandulákat, amiben bele lehetett helyezni a mécsest, és a mécsesnek a fényénél volt a bejárás a szentek szentjébe. Lenyűgöző. Miután elkészült a 7 ág, mondja tovább a 37-es vers, csinálj hozzá 7 mécset is, és úgy rakják fel a mécseit, hogy előre világítsanak. Ez nagyon fontos. A középső ágnak a mécsese volt a legmagasabb, annak magasabbnak kell lenni a többiek. 3 ág egyik, és 3 ág másik oldalon, és ezek a mécsek mind úgy voltak beállítva, hogy a mécses lángja a fő ágra világítson. És a fő ág Jézus Krisztus képviseli, jelképezi. És az összes gyülekezetnek a dicsősége Istenre kell, hogy mutasson. A menóra ezt is elmondja nekünk. Mert a mécsesek mind előre a fő ágra kellett, hogy világítsanak. Nem lehetett akár merre álljanak ezek a kis mécsesek. És ezt naponta a papnak be kellett állítania, amikor bement reggel, ugye egész éjszaka égtek a mécsek, és elmozdulhatott a kanóc, ahogy égett, ugye? És ezért, amikor a kis mécses elmozdul, és már nem a fő ágra világít, akkor nem Istennek adtuk a dicsőséget. Ami pedig tőle van, mert az ő tüze, az ő világítása, az ő ereje, ami hozza ezeket a csodadolgokat az életünkben, mindenre vissza kell irányítani a dicsőséget a fő ágra Jézus Krisztusnak.
Jézus Krisztus érdicsőség. Ezt ki lehet olvasni mind a menórából és a menóra szertartásából. Úgyhogy lenyűgöző. A rügyet, vagyis a bimbót, a virágot és a termést hordozza minden ág. Minden egyes ág. És a leégett kanócot pedig levágja a pap minden egyes szertartásnál. Ez pedig azt jelképezi, hogyha valami az életünkben többé nem használható, ha kiégtünk egy szolgálatban, vagy kiégett valami az életünkben, akkor jön Jézus, és azt az ágat eltávolítja. Ne akadályozzon minket. Újra tudjon fényben égni a menóra. Ez is a főpapunk szolgálata az életünkben, hogy megtisztítja a lámpásainkat, hogy újra tudjon égni, hogy újra tudjon világosságot nyújtani, biztosítani ennek a világnak, hogy betaláljanak a szentek szentjébe. A leégett kanócokat a főpap eltávolítja az életünkből. A leégett részeket. Azokat nem kell magunkkal hordozni. Nem kell hordozni azokat a részeket, amelyek már nem használhatók, mert nem tud világosságot biztosítani. Azok lemetszésre kerülnek. Ez a főpapnak a szolgálata az életünkben. A szemünkben is meg kell köszönnünk a kenetet, mert itt megérkezett a gyógyító kenet a szemben. Tennap is volt egy nagy csoda. Valakinek a szeme gyógyult meg, mesélték itt ott nekem, hogy Lajos Mizsén történt egy gyönyörű csodatevés, hogy ezeket Jézus cselekszi, és a menóra ágoknak a fénye rá kell, hogy világítson Jézusra. És ez a csoda is Jézusról szól, és Jézusnak ad minden dicsőséget. Amen. És az összes csoda így kell, hogy legyen. Köszönöm a figyelmeteket, ha még egy picit velem vagytok, és szeretnétek erről hallani, akkor elolvasom a 4 Mózes szerint is, ugyanis a Mózes második könyvétől kezdve a 4 Mózesig minden egyes könyvben a Mózes utasításokat kap Istentől a sátor építésére és a törvényre. Erről szól 3 könyv. Tehát ezek csak kis részletek, csemege részletek abból, hogy mit szól az Úr a 8. fejezet 4 Mózesben így szól. Szól az Úr Mózesnek mondván, szólj Áronnak, és mondd meg néki, mikor felrakod a mécseket, a gyertyatartó elé világítson a 7 mécs. Tehát megint megkapjuk az utasítást, hogy a mécsesek mindelőre nézenek, egy irányba nézenek, összefogottság legyen Krisztus testében. Összefogottság legyen, és a Jézus Krisztus nevéért haladjunk előre. És a Jézus neve legyen felmagasztalva. És ne egy szolgálat dicsekedjen önmagában, ugye? És ne az legyen, hogy most vetekedés van a Krisztus testében. Nem, minden egyes mécsesnek ugyanazt a célt kellett szolgálnia. A gyertyatartó elé kell világítani mind a 7 mécsesnek. És egy összefogottság, egy rendezettség kell legyen a Krisztus testében, a gyülekezetben. Láttuk jelenésekben, hogy a gyertyatartó a gyülekezetet jelképezi. És úgy cselekedik Áron, és úgy rakta fel a mécseit, hogy a gyertyatartónak ellenében tegyenek világosságot, amiképpen parancsolta az Úr Mózesnek, vagyis a jobboldali ágak és a főágra világítottak, és a baloldali ágak is a főágra világítottak, mindegyiknek a maga irányában a főágra kellett rávilágítania. Nem csak úgy világítani. Ugye? Tehát meg volt mondva a rendje ennek. A gyertyatartó pedig ilyen alkotású legyen. Vert aranyból legyen az teljes gyertyatartó, minden szára, mind a virága, mind maga a mű, ez a maga a mandula. Ama forma szerint, amelyet megmutatott az Úr Mózesnek, úgy készítsétek el a gyertyatartót. Hát isteni rendelés volt. Avval az aranyjal, ami a birtokunkba kerül, nem kezdhetünk akármit. Avval a pénzzel, azzal a gazdagsággal. Isten rendelkezésünkre bocsátja azt az aranytömböt, akkor megmondja, hogy mit akar vele csinálni. Mit akar kezdeni vele? Nem tehetjük ide vagy oda, vagy nem áshatjuk el, ugye nem lesz jutalmunk érte, vagy nem költhetjük a saját kívánságainkra. Isten dicsőségére kellett
kialakítani és megformálni, és pont olyannak lenni, ahogy Isten akarta. Istennek igenis van szava az életünkben, minden egyes euróval, forinttal, lejjel, bármilyen hozzánk az életben, a világ gazdaságából, az mind az Úr szolgálatára be van állítva. Amen. Egy hatalmas tanulság, és sokan nem tudják, hogy miért nincs az életükben olyan kiteljesedés, vagy olyan békesség, azért, mert ezt nem gondolják végig, és nem mit cselekszenek. Az Urat mindig első helyre kell helyezni, és azt mondja az ige, hogyha őt első helyre helyezed, akkor mindezek megadatnak néktek. Aki a gyertyatartót készítette, nem mondhatta, hogy na hát ennek az aranynak a felét elteszem magamnak. Jó lesz az még későbbre. Nem. Minden egyes uncia kis arannyal el kellett számolni. 43 kiló arany. Képzeljétek el, ez ma is mekkora vagyon, nem? És az Úrnak rendelése volt vele. No, én a Mózes könyvéből több részt nem fogok most nektek felolvasni, de ha buzgón akartok utána járkálni, akkor az egyes igehelynél találtok mindig referenciákat, és tovább mehettek a többi helyre, mert engem ez elkezdett egyre jobban érdekelni, és már régóta kutatgatom, és nézem a képeket, és utána olvasok lexikonokban, és minél többet olvasok utána, annál inkább felkeltette az érdeklődésemet a menóra, a hét ágú gyertyatartó. Ez a gyülekezet, akinek világolnia kell, Isten világával, Isten dicsőségével, Isten olajával, és egy rendben kell állnia a gyülekezetetnek, hogy a Jézusra jusson a figyelem és a dicsőség. Na, Isten azt akarja, hogy világoljunk, hogy világítsunk. Hogyha mi különböző utakon és módokon eltávolodunk Istentől, akkor a fényünk egyre kevésbé lesz látható a világban, ugye? És mi arra vagyunk rendelve, hogy a mi világosságunkat meglássák a népek. Jézusnak gyönyörű proféciája az Ézsaiás 42-ben, 6-os és 7-es versek így szólnak. Én az Úr hívtalak el igazságban, és fogom a kezedet, és megőrizlek, és szövetségül adlak a népeknek, a pogányoknak, világosságul. Ezt Jézusnak mondja az Atya, de Jézus tovább adta a stafétabotot nekünk. Itt a világban. Most már nekünk szól ez, hogy az Úr nekünk adta az ő világosságát, hogy világoljunk a népeknek. Hogy lássák meg, hogy milyen az Isten dicsősége, és üljenek be a gyülekezetbe. És ez a világosság mit fog cselekedni? 7-es vers. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit. Ugye a sötétben még az sem lát, akinek tiszta amúgy a látása. De a vak se a sötétben nem lát, se a világosságban. Azt mondja Jézus, nyisd meg a vakok szemeit, hogy lássanak. A foglyokat hozd ki a tömlözből. A foglyot a tömlözből kihozzad. Mi fogja elvégezni ezt? Az a világosság. Mert elkezd világolni a tömlöcnek az ajtajánál egy kis fény, és egyre jobban világít, és ragyog, és ragyog, és ragyog, és a foglyok kitalálnak a sötétségből a világosságra. Ez a menóra titka. Nekünk kell ragyogni ezt a világosságot. Hogy a foglyok, a rabok kitaláljanak. A foglyot a tömlözből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. Látod, sötétben ülnek. És ezért nem tudják, hogy létezik világosság. És amikor meglátják a világosságot, az első pici kis sugarát, akkor a sötétben ülőknek először hunyorog a szemük, mert nem bírják befogadni azt a pici világosságot, és azért zavarja őket. És idő kell hozzá, amik hozzászoknak a világossághoz. És idő kell ahhoz, hogy kívánkoznak a világosságra, az Úr dicsőségére. Ez idő kell hozzá. És Isten béketűréssel és hosszú tűréssel várja a földnek a termését. Ugye így várja a termését. Hogy ez egy ébredés. Ráébredjenek arra, hogy van világosságuk. Ráébredjenek arra, hogy él a Jézus Krisztus. Hogy ráébredjenek arra, hogy Jézus ugyan meghalt értük, de feltámadt a halálból. És az ő életük. Jézus azt mondja magáról, amikor eljön az új szövetségben, hogy én vagyok a világ világossága. Ezt közli.
Eljött a világosság hozzátok. Itt a proféciában még csak szól az atya, hogy elküldöm hozzátok. És ő lesz a pogányok világossága. Ez Ézaiás 42-ben van. És hogy kihozza tömlözből azokat, akik ott a sötétben ülnek a fogházból. És megérkezik Jézus, és egyszer kijelenti, nem egyszer és nem kétszer, hogy én vagyok a világ világossága. Akik körülötte vannak, azok pedig csak ámulnak, és nem értik Jézust. Nagyon sokan. Nagyon sokan. Végül a tanítványoktól is azt kérdezi, ti is el akartok menni? Amikor kijelentette, hogy én vagyok az élet kenyere. És aki nem eszi az én testemet, és nem iszza az én véremet, annak nincs élete, és akkor elhagyták őt nagyon sokan a követői, mert megbotránkoztak, nem tudták feldolgozni. És akkor Jézus megkérdezte, odafordult a tanítványai, és megkérdezte, ti is el akartok menni? És tudd meg, hogy azért, mert Jézus végig szenvedte azt, hogy őt mindenki elhagyta, még a tanítványok is, a keresztnél már egy tanítványa sem volt, aki oda mert volna állni a kereszt lábához, és felvállalni nyíltan, hogy én ismerem ezt a Jézust, aki ott függ a kereszten. Ezért, mivel Jézus ezt végig szenvedte, ez alól is megváltásod van. Soha nem lesz olyan pillanat, hogy téged mindenki elhagyott. Megváltásban ez is benne van. Mindig lesz egy hű barátod, kettő, vagy legyen több, én kívánom neked, aki akkor is fogja a kezedet, amikor a legnagyobb sötétségben ott függ az életed a kereszten. Ez Jézusnak a megváltásában, ez is benne van. Mindent elvégzett érettünk. Hatalmas dolog. Jézus így folytatja tovább, hogy a János 8.12-ben, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben. De milyen jó ezt tudni, hogy Jézust követjük, és az a világosság vezet minket. És a világosságban nincsen sötétség. A világosság elnyeli a sötétséget. Nincs tévejgés. Nem mondhatod azt, hogy nem tudom, mi az utam, merre menjek. Mert a világosság vezet téged. A világosság elvezet téged. És Jézus mondja, hogy övé lesz az életnek világossága. Most is világosságban élünk, de az örök élet világossága is az övé lesz örökségül. Örök világosságban élhetünk. Olyan világosságban, amelynek nincs árnyéka. Képzeld el, Isten dicsősége, amikor beragyogja a mennyet, annak a dicsőségnek a fényében nincs árnyék. Itt a földön, ha süt a nap, éget a nap, és te oda beállsz a nap közepére, akkor van egy árnyékod. A föld világossága ilyen. Van a világosság, és van az árnyékos oldal, a sötétség oldala. A mennyben annak a dicsőségnek nincs árnyéka. Áthatol az emberen az a fény, és az a fény tartja meg. Ahogy Jézust elkezdjük követni, kezdjük jobban megérteni, hogy mit mond Jézus akkor, amikor a Máté evangéliumában olvassuk ezeket a sorokat. A Máté evangélium 5. fejezetében. Én drága Jézusunk szavai, 14-es verstől. Ugye eddig azt mondta Jézus, hogy én vagyok a világ világossága. Egyszer csak elkezdi prédikálni a tanítványoknak, hogy ti vagytok a világ világossága. Vagyis figyeljétek meg, hogy léptünk egy óriásit. Mert Jézus most már nem csak azt tanítja, hogy én vagyok a világ világossága, hanem elkezdi nekik tanítani, hogy ha én elmegyek, ti lesztek a világ világossága. Ti vagytok a világ világossága, és azt mondja Jézus, hogy ha ez bekövetkezik, ha tényleg ez a láng ég, és meglátja a világ ezt a fényt az életedben, ezt a ragyogást, ezt a tüzet, amit a te tűzlámpásod ragyogtat erre a világra, akkor nem rejtethetik el ez a világosság többé. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Mert Istennek gondja lesz arra, hogy a te világosságodat meglássa a világ, hogy fényjék a világosságot. A gyertyát sem azért gyújtják, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék.
és fényvék mindazoknak, akik a házban vannak. És Jézus azt mondja itt, hogy nem azért gyújtottam meg a te szövét nekedet, hogy most eldugjuk az ágy alá, vagy a véka alá, vagy elrejtsük, és ne bontakozzék a világban. Nem, igenis meg kell, hogy lássa a világ a te világosságodat. És méghozzá miként? Úgy fényjék a ti világosságtok az emberek előtt. Nézzük meg, hogy fogják észrevenni. Hogy fogják észrevenni, hogy neked világosságod van? Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, vagyis meg kell nyilvánulni cselekedetekben. Neked olyan cselekedeteket kell cselekedni, amit Jézus cselekedne, ha itt lenne a Földön. Most te vagy az ő képviseletében. És azok a cselekedetek, azok megcselekedhetők, mert a szellemmel vagyunk átitatva. Az Úrnak a szellemével, aki cselekedte azokat. És mikor látják ezeket a jó cselekedeteket, akkor dicsőíteni fogják a ti mennyei atyátokat. Amen. Ezek a menóra kis lámpácskák merre virágítanak? A főágra. Dicsőítség a ti mennyei atyátok. Miről szól mindez? Azért világoltok, hogy dicsőséget szerezzetek a ti mennyei atyátoknak. Amen. A dicsőség a mennyei atyának, hogy minél inkább világosság gyújjon a világban. Minden egyes emberrel, aki újjászületik, nagyobb lesz a világosság a Földön. Akármilyen gonoszság van a Földön, és akármilyen szörnyűségek történnek. Ha egy kis mécslámpás meggyulladt, az egész gyertyatartó világossága fényesebb. Minden egyes lélek, aki újjászületik, hordoz egy dicsőséget magában, Isten dicsőségéből. És a Földön a dicsőség így növekszik. És a profécia úgy szól, hogy utána a világot teljesen betölti az Úr dicsőségének az ismerete. Ugye eljutnak az emberek az Úr dicsőségének az ismeretéhez. És erről a világosságról fogunk még a jövő héten szólni, és el szeretnék jutni oda, hogy kivetítem végre a templomnak az elemeit, benne a menórát, és utána a menóráról egy közeli képet arról, hogy hogy kellett a főpapnak beállítani a mécseket. Ezek annyira beszédesek önmagukért, hogy akkor ezt a hosszú két órát egy kép talán jobban megvilágítja, amit én most el akartam mondani. Hiszem, hogy a szívetekig jutott, és ne felejtsétek el, hogy ti mindnyájan a világosság fiai vagytok. Ti mindnyájan a világosság fiai vagytok. Úgy tekints magadra, hogy a nappal fiai vagytok. Nem járhattok a sötétségben, mert nem vagytok az éjszakáé. Nem vagytok az éjszakáé, és nem vagytok a sötétségé. A menórának az ágai vagytok. És ragyognatok kell az ő világosságát, mert a templomban nem véletlenül volt ez az egyetlen elem, ami színaranyból volt. És nem csak aranyjal borított volt, hanem nem csak a látszat, hogy valami feltüntetnénk magunkról, amik nem vagyunk, nem. Szín tiszta aranyból. Az egyetlen elem a templomban. Úgyhogy te színaranyból vagy. A szellemed, a lelked és a tested az Úré, örökön örökké, és az Istennek a hatalmas kincse vagy itt a Földön. És mindennél többet érsz neki, mert a legdrágább árat fizette ki érted. A legdrágább árat fizette ki érted. És minél jobban fogod ezt tudatosítani magadban, annál jobban fog fénylenni a te világosságod. És nem fogsz élni a bűnnek a rabságában, nem fogsz élni a sötétség cselekedeteiben, mert tudod, hogy nem oda tartozol. Nem vagytok a sötétségnek a fiai, ugye? Írja az 1 Tesszalonika 5, hogy nem vagytok az éjszakáé. Nem. Mi kijöttünk onnan. Hát hálákat adunk Istennek ezért. Egy vert aranyból vagyunk, hogy egyé legyen, egy szellem által vagyunk. Egy a test, egy a hit, egy a keresztség. A gyertyatartó egy merő aranytömbből lett
elkészítve. Ez is mutatja Istennek azt a szándékát, hogy a gyülekezeti teste egységét kell, hogy képviseljük itt a Földön. Ezzel leszünk rajta jobban, mint eddig valaha, és imádkozunk ezen az egységen. Hogy ne száz felé szakadjon a Krisztus teste, hanem egység legyen. Egység legyen, és hogy ne a saját dicsőségünket keressük, hanem a főágnak a fényébe ragyogjuk bele a mi világosságunkat. Hála legyen a mi Urunknak, a Jézus Krisztusunknak. Köszönöm Istennek, hogy én erről már szólhattam. Köszönöm, hogy ti, ha meghallgattátok, és vételeztétek, és vettétek, mert az az Isten, aki szólt, és azt parancsolta, hogy a sötétségből világosság legyen, ő gyújtott világosságot a ti szívetekben. Tudod, ki gyújtja meg a te menórádat? Az Isten, aki parancsolt, hogy a sötétségből világosság legyen. Ő gyújtott világosságot a te szívedben. Arra, hogy megismerd Isten dicsőségét. Szóval ez egy lenyűgöző dolog, az ember ezt megtanulja, ezt végig gondolja, és ezzel időzik, megváltozik az életünk. Minél inkább tekinted őt, tekinted a világosságot, annál inkább elváltozol az ő képére és hasonlatosságára. És nem cselekedetekből van, nem értik a keresztények. Próbálnak minél több jót tenni, és semmi rossz nincs a jó cselekedetekkel, de Isten nem úgy méri ki a kegyelmét. És a jó cselekedetekből nem lehet elnyerni egy gyógyulást. És sokan itt veszik el az útvonalat, hogy meg szeretnének gyógyulni, és nagyon görcsösen próbálják megszerezni azt, amikor Isten már odaadta.